13 pontos előnyünk van. Hát tegnap azért, amikor én említettem, hogy hány pontunk van, 35 pontos előnnyel kezdtük a tegnapot, úgyhogy Verstappennel szembe volt 35 pontos előnyünk, most meg Leclerc-rel van, Leclerc-rel szembe van 13 pontos előnyünk, szóval fogyott az előny, és ma olyan pályák lesznek, hogy hát... nem tudni, mi lesz. Hát azt viszont lehet tudni biztosan, hogy az osztrák nagydi versenyén főfutamán lesz eső, és úgy tűnik, hogy még a sprint versenyen is lesz majd egy picike, bár inkább én azt mondom, hogy azzal nem is kellene foglalkozni. Viszont ami az erősorrendet illeti, hát elég szarul állunk, és ez csak fokozódni fog még inkább. Na most meddig jutunk el a mai nap? Jajaj. Óha. Hát igen, eléggé problémás a helyzet. Tehát akkor a mai nap mi már nem fogunk tudni fejlesztéseket hozni. Csak ezt. Magyar nagydíjra fog ez megjönni. Gumikezelés javító fejlesztés lesz ez. Amúgy érdekes, hogy tehát már itt tart az autónk, és a ballasztot még mindig nem tudjuk állítani a játékban. Ez mi a fene? Hát mikortól lehet állítani a ballasztot az autóbeállításon belül? Tehát amikor teljesen ki van maxolva a karosszéria? Ezek szerint? Vagy mi? Hát a 4 és 6 fejlesztésünk van már a karosszérián. Ugye súlyelosztás és súlycsökkentés. Cseresznye magozó csütörtököt. Szervusz, Szapu. Ez igen. De szép. Később. Na hát, Róka, köszönöm. Ezt nem gondoltam volna, hogy később. Köszönöm, jó, hogy mondtad. Ez igen. Vigyázat a szabad edzés kiválasztásával. Andris, ne rakjad belém az ideget. Soha nem csináltam ekkora hülyeséget, mint amekkorát te. Ja, az is lehet, hogy a hülye gyerek... Től megint jön valami propaganda, igen. Én amúgy, mikor elolvastam, amit írtál, Andris, egyből az volt az első gondolatom, bazd meg, most tuti beleesek ebbe a hibába. Nem is olvastam el végig. Komolyan. Nagyon szigorú. Ez durva. Robert Máté... Szervusz, és nagyon szépen köszi a szurkolásod. Hát apukám, sok sikert a holnapi vizsgára. Az kemény lesz. Hát vagyis ne úgy érsz, hogy most össze kell rosálni magad. Nem kell beparázni, csak picit. Jó, ez hatalmas dolog. Óriási, jó van. Laci szerint úgyis megbuksz. Jó van, Laci, köszönjük szépen. Így van. Így van. Mennyi föltett kézzel a csatába? Egy deákot készítsél be. Ja. Micsoda tippek? Szia, Tak helikopter. Szia, Hofinyó. Szia, Pelikán. Szia, Mesza. Szervusz. Most, ha back-et nyomok, és utána rámegyek a quick practice-re, kezdhetjük. Andris! Nem kell... ennek akkora feneket keríteni az istálóját, hát nézz oda, belerakja az emberbe a stresszt. Nem szabad, Andris. Minek csinálsz ilyeneket? A határ 15 perc elteltével csillapodik az eső intenzitása, sőt, hát ez, ja. Jó. Utána meg megint lesz eső. Fasza! Nagyon jó! Ilyen, tehát imádom ezeket az egy szabad edzéses nagydiakat. Mert lényegében semmit nem tudsz leteszteni normálisan. Úgyhogy éljen. Oké, Interrel megyünk, ugye? Hát illene. Na, öltözzünk föl. Mert fázok. Balla bácsi fázik. All clear the garage, please. Car's ready to leave. Hú.
Hát most tényleg hideg van, ja, mondhatjuk. Jó fut a stream? Remélem nincsenek laggok. Jó, köszönöm. Ja, hétvégére meg már igen, gatyarohasztó. Szia, Sipi. Köszönöm. Ja, nálad csak sétál? Aszta. Ez igen. Kabátot még azért nem veszünk. A 20 fok... Igen, amúgy... Mi? A 20 fok hideg? Nem, amúgy ez a tökéletes idő, szerintem. Ezt én nagyon szeretem. Ez a legjobb. Zöld. Tavalyi osztrák nagydíjon is elég sok eső volt, ha jól emlékszem. DRS All Zone. Mi van? Hát a bazd meg aktiváltam mindenhol a DRS. Miről beszél ez? DRS. Ja, hogy ne esik az eső, te idióta! Hát most nézem. Másik küldetés mi volt? Ezt valaki tudja? Hát nincs is DRS. Hát ezt mondom. Racing Line. Na hát az honnan tudja, mi a Racing Line? Uramisten. Hát ki tudja. Ó, hát most fixen lecsúsztam. Bár aztán... Hát tudja. Na most amúgy egy elég rossz motor van az autóval, skacok. Nem tudom, hogy mondtam-e. Nem mondtam. Szerintem nem mondtam. Sárga. Ha! Oda néz. Belső égésű 60%. Az azt jelenti, hogy az már gyönge. Gyönguszka. Hát jöttem még egy kört, hát ha elfogadja. Próbáltam itt ívre koncentrálni most már. Hát a lószart meg se adja ez a rohadt paraszt. De mi baja van ennek? Weather report. Inters seem to be the fastest tire for now. Fia Marci. Magyar Alonso. Így van. Személyesen. Aci, neked mindegy, jó lesz az ica is. Magyar Szató. Álljál le, öregem. És elállt az eső.
Hát ez ennyi volt. Tábla. Jaj, de jó. Most csak olyan kis finoman. Ennyi kör alatt 9%. Hát az bő. Az szép. Igen, légkondikat egyébként, tehát hétvégétől szigorúan, szúrópróba szerűen ellenőrizni fogják az elvtársak mindenkinek a háztartásában, hogy megy-e a légkondi. Nem azért van felszerelve a gyerekek, hogy melegbe ott azzal habzsidőzsízzünk, meg ott jaszkarizzunk. Nem. Fűtés. Úgyhogy esze ágában ne legyen senkinek se az, hogy itt van, jót fog érezni. Nem, nincs ilyen. Nincs engedélyezve. Hát ez jó nagy hülyeség, ezt meg se csináljuk, az biztos. Attack corner. Jó, hát picikét várunk, hogy felszáradjon a pálya. Na? Papíron egyébként ez még mindig nem teljesen száraz, sajnos. És lassan esni fog megint az eső. Tehát lesz egy 15-20 percünk, ha szerencsénk van. Hát valami ilyesmi, igen. Hát figyeltek, menjünk ki. Menjünk ki. Kemény gumival. Jó, gyerünk. Szia, Edwin. Léghűtőt vettél? De miért, Fedei? Ne! Most komolyan? Hát de attól csak melegebb lesz. Hát bepárás itt. Hát ne basz. Ez komoly? A milyen léghűtő? Olyat vettél, mint én? Tehát beletöltöd a vizet, és akkor azt elpárologtatja? Az egy nagy szar. Nekem is ilyen van. Hát ez semmire nem jó. Köszi, akkor kise bontom. Persze. Hát minél magasabb lesz csak a páratartalom a szobádba. Hogyne. Hát de nem így van, uraim. Hát most tessék kijavítani nyugodtan, és akkor bocsánatot kérek, kijavítom, korrigálom magam. Nem igaz? Most mindenféle viccet félretéve. Húha, Laci azt mondta, hogy nem. Hát mondjuk igen, ő nagyon nagy szakértő ebbe a témába is. Elfelejtettem. Egyedül az a jó talán, ami nedvességet, tehát hogy ami lövi ki a vizet, így ilyen nagyon finom vizet lő ki magából, aminél látod, hogy lövi ki a vizet. Hoppá. Nem vízipisztoly, mamma mia. De tudod mit? Az, így van. Húzérnek mindegy úgyis. Spritzkol. Úgy van, ugye. Spritzkol. Az jó. Egyedül a légkondi ér valamit, de komolyan.
párát összegyűjti? A léghűtő? A párát összegyűjtené? Hogy? Hát az milyen léghűtő? Na bazd meg. Hát megint zavartál be eredei. Pofám szakad le. Hát mi ez? Párát hogyan tudná össze? De abban vizet kell tölteni, nem? Hát de most komolyan. Van abban víztartály. A párát összegyűjti, mi a szar? Ki mondta ezt a marhaságot? Hát figyelj, amúgy lehet, hogy jót mondták, hát nem tudom. Hát most... Ki tudja, lehet, hogy már van ilyen. Ki az a hülye, aki a párát gyűjti? Ú, Laci. Szia, Shevchenko. Ez amúgy nagyon érdekel engem, Redei. Komolyan, mert hogyha tényleg te találtál ilyet, hogy páragyűjtő... Hát esküszöm, hát küld el! Vagy dobd be a csetre, vagy mint tudom én. Baromian kíváncsi vagyok, hát biztos, hogy vannak itt nagy szakértők. Léghűtő szakértők, 100%. Magasan képzett emberek vannak itt jelen állandóan, úgyhogy... Szia, nevem senki. Jó dolog az a páragyűjtő. De ilyen, de hogy? Ilyen van. Mondjuk tényleg van, bazd meg! Tényleg van. De hát ez nem léghűtő, hanem mit tudom én, mi annak a neve. Tényleg van ilyen. Igen, elszívja a nedvességet, és olyan hűvöset csinál az elég faszán. Tényleg van ilyen, bazd meg, most jut eszembe, hát mi a hegyen ezt csináljuk. Kurva életbe. Most jut eszembe. Igazatok van, tényleg van páragyűjtő. Az faszán hideget csinál, hűvöset csinál. De hát... Azért az... Páramentesítőnek hívják. Úgy van! De alapból nem pára gyűjtő, csak van egy tartály, ami gyűjt. Igen, az gyűjti tényleg, az faszán összeszedi a vizet, igen. Úgy kiszárítja a levegőt, mint az atom. Páratlanító vagy mi meg Hollandiában összegyűjtött napi 2-3 litert? 120 négyzetméteren? Ja! Nagyon beteg! Nagyon beteg! De hát mennyibe kerül egy ilyen páramentesítő? Az érdemes? Használni vajon? Tényleg? Mondjuk nekünk bejött? Hegyen. De hát amikor nincs ott senki, lényegében akkor megy. Hogy ne vizesedjenek a falak még jobban. Ez légkondi helyettesítő, nem tudom, hogy mennyire lehet. Hát nem hűt, csak elviselhetőbbé teszi a levegőt. Könnyebbé teszi a levegőt, nem lesz olyan nehéz. hát most hogy tudod ezt máshogy elmondani? Olyan hőérzetet, így van, license, végre bazd meg, hát ez, hát most ennyit kellett várni erre, hőérzetet változtat, így van. Hát de nehezen írtad ezt le, erre vártam mióta. Így van, ez a lényeg.
A szakszavak embere. Pontosan. Érte a dolgát a fickó. 5x5? Az igen. Az... Hűha. Hűha. Aktiváljunk, aktiváljunk. Jó. Jó. Meg akkor ezt is szerintem megdurrantjuk. Itt DRS kell aktiválni, ezt csókolom. Pillanatok alatt megvan ez. Rendben van, license, úgy lesz. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely tablettás. As possible. Remember to activate your DRS in the DRS zone as well. Redei, akkor figyelj, te nem biztos, hogy rosszat vettél. Na, erre kíváncsi leszek, majd írd le. Légy szíves, ha kipróbáltad. De nyomjad már, akkor csomagod ki, az hadszor jön. Gyerünk, 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 pörögjél föl. Kíváncsi vagyok. Mert te szerintem úgy használnád, hogy... hogy ott vagy. Ott vagy folyamatosan, és... Tehát, hogy ott folyamatosan egy lélegző, lüktető környezetbe menne ez a pára gyűjtő, pára mentesítő. Ki a palaking? And a job well done. We got some excellent data with a kettő között mi a különbség, Laci? Az igen, Salvador. Azért Salvador is rendesen tudományos. Nem semmi. Ja, ha nem használsz szárítógépet, hanem teregetsz, akkor is nagyon jó. Aha. Durva. Az egyik folyamat következménye a másik. Radar suggests some weather's gonna hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. Nagyon, nagyon túl bonyolítod. Lacihoz van nagyon sok alkohol kell, úgy látom. Szereted a párát. Mi van? Jani, mazoista vagy? Szereted a párát? Mi a lószárnak jó az? Mit érzel? Olyankor? Ez komoly? Ő szereti a párát. Biztos, hogy olyan is van. Viccesz? Ja. Kár. Pedig tök menő lett volna. Végre valaki szereti a párát. Szia, Laci! Kéred vissza a pontokat? Milyen pontokat? Milyen pontokat kérsz te, apám? Okay, ja, hogy... Ja, hogy... Istenem, nem igaz. Miért kell nekem ezeket csinálni? De kire kértél Volgát? Emre? Emre Baksiú? Az ki? Jó, visszaadom a pontot, Laci, örüljél, tessék. Kérem vissza a pontokat, egyből reklamál. Ja, külföldi? Sászra, ja. Angol birkára? Hogy beszélsz? Mm.
Az durva, hogy nem termelünk elegendő energiát egy kör alatt. Tehát sokkal több energiát tudnánk felhasználni elvileg, viszont nem generálódik annyi energia, amit el tudunk lőni, hogy ki tudjuk használni ezt a... Hát egy kör alatt felhasználható erresből ellőttünk mennyit? 89-90%-ot. 10%-ot nem tudtuk ellőni, mert nem volt mit ellőni. Hát jöttek patchek a játékhoz, de hát csak rosszabb lett minden. Mint mindig. Hol jön a sátorba uborkát szedni? Júj, az igen. Lacika, nagyon kemény vagy. Neked is pára fétised van, Márquez? Hoppá! Hát ez hibátlan. Szabad edzés amúgy, közel hibátlan. Hát amúgy meg ez a... Na hát most... Kicsit elsők vagyunk. Jó van, szerintem... Ennyi elég is volt. Sadly, it's time to say goodbye. Ja. pont. 5364 pont! 5300 és 700 XP-t kapunk! Oké. Hát jó. Gyerünk. Uramisten. Durva. Most amúgy azt lehetne csinálni amúgy poénból, hogy elmenni egy kis csapathoz következő évre, a legrosszabb csapathoz elmenni, és az összes fejlesztési pontot, egy 5000 fejlesztési pontot rájuk költeni. És kettő nagy díj alatt top csapattá válna az a csapat. Körülbelül. Ja, az lenne az új Brand GP. Féles, hát féleség, ja. Körülbelül. Na most akkor Tatikát nézzük csak meg gyorsan, hogy fejleszte valamit. Igen, kedvezmények, hogy állnak? Nulla. Na indítsuk. Hát ez gyerekek azért. Ez ígyszer. Randy még nem fejleszti. Na ez viszont igen, jó van. Jó van. Jöjjön akkor a frissebb erőforrás. Okay. Sprint időmérő következik. Hello everyone, welcome to Austria. És visszük magunkkal a pontokat, így van, track, így van, high speed. It is exactly what we enjoy. Ennél gyengébb csapatban. Hát, ja, van. Papíron. Adrian Newey 2027-ig aláírt a Ferrarihoz. Még várnak a bejelentéssel. Aha. Hát... Meglepődnék. Fene tudja. Meglepődnék. Unatkoznak az ugfirkászok, aztán lehet, hogy most ezt előhúzták. És akkor is csak 2026-tól tud dolgozni. Hát ez meg a másik tényleg. Hát ez elég furcsa. Igen. Elég furcsa.
Team status. They're in 13th place. Álljál már félre, barom, hát jönnek a többiek. Hát mondjuk, ahogy ezeket elnézem, pont mindegy nekik. Okay, we've only got one lap of fuel. Hát ez nem volt egy jó kör, ez egy gyenge kör volt. Első mégis. Hát ez nagyszerű. Na mindegy, box. Hát ha ezzel a béna körrel is simán megvan a továbbjutás, az nagyon nagy szégyen. A többiekre nézve. Hát Hamiltonnál is eléggé szkeptikus voltam valóban. Igen. Hát ez, ja, elég biztató. Szerintem vissza is vonulhatunk körülbelül. Még azért óvatosnak kéne lenni, mert azért szabad edzésen mennyit jöttek? 1-0. Ja, Leclerc most azért javított. Hát lehet, hogy még kigurulunk. Most mi baj lehet? Nem igaz? Toljunk még egy gyors kört. Nem lesz nehéz javítani. Mindjárt visszatérünk a Pelikán. Pelikán elvtárs.
nem igazán megy. Görcsös vagy nagyon szupra? Sose lesz ez meg így neked. Flamingo. Nem pelikán. Hát sajnos igen, Tomi. Itt görcsöl. Menstruál. Ja, már megvan? Jó van, szupra. Ja, jogos kérdés, Tomi, igen. Nem is tudom már, mit mondtam Pelikán erről a Adrian New is valamiről. Hát, hogy meglepődnék. Ja, igen, hogy meglepődnék ezen. Valahogy úgy. Na menjen, menjen igazából most. Úgy különösebben nem foglalkoztat annyira a téma. Tehát csinálja. Olyan őrületesen nagy dolgokra nem hiszem, hogy lehet számítani. Fenne tudja, lehet, hogy az öreg nagyon nagy fanatikus tényleg, és nem érdekli az, hogy a családjával legyen idős korára, hanem neki ez tökéletesen megfelel, hogy ott legyen a Forbengyes nagydiakon, meg készül, meg stresszeljen esetleg, vagy lehet, hogy ott akar meghalni valamelyik pálya mellett, valamelyik nagydion, a pitvolon akar rosszul lenni, ott akar meghalni. Lehet, hogy ez benne van, van ilyen, hát ezt tiszteletben kell tartani. Fene tudja. Nagyon nehéz elhinni bármit is egyébként. Mert mind a két oldal nagyon jó csengő dolgokat tud mondani. Hangoztatni. Pofátlanul jó csengő dolgokat. És nem lehet egyszerűen eldönteni, hogy most akkor kinek is van itt igaza. Ajándék, Laci. Nem örülsz? Hálás legyél, ne ideges. Hát mi van veled, Laci? Telhetetlen vagy. P13.
Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Ilyen padlógázom, milyen kanyarokat bevettünk közepessel. Miket lehet csinálni ezzel? Hihetetlen. Pofára megy a dolog. Úgy, igen. Szia, Erik. Ja, hát persze, Ivan így van. Beköszönt, az kapott egy másfél órát. Igen, igen. De az a legszebb az egészben, hogy összedobta a párt. Ez volt az egészben a leggyönyörűbb. Ez annyira szép volt. De jött arcoskodni egyet, aztán röpült is. Hát a gyerekek, az élet szép. Indulunk, apuka! Laci, kapsz mindjárt egy bant. Azt utána majd mondhatod, hogy csak erre volt képes a párt. Viszont akkor utána lehet, hogy személyesen fogok már megjelenni. Bár lehet, hogy te arra játszol direkt. És emiatt nem is fogod megkapni ezt az örömet, bizony. Lehet, Tomi, lehet. Induljanak a petíciók. Mindent lehet, figyelj, ne viccelj. Még jó, hogy. Na jó, szerintem amúgy megvagyunk. Visszavonulok szándékos, és nem pörgetem az időt, mert tegnap Spanyolországba. Hát milyen eredmények születtek? Úgyhogy most ezt teszteljük, hogy ez szerintem kevésbé bugos. Jézusom. Hát torony magasan elsők vagyunk. Minél gyengébb az autónk, annál gyorsabbak vagyunk. Hát valaki ezt érti? Hát érdekes dolgok vannak. Na, és akkor most ellőjük ezt a lágyat bizony. Elel. De úgy, hogy hát elpörgünk a végére. 1-0-2-9. Jó, hát ez elég röhelyes. Thank you.
Hát nem mentünk jól amúgy sem. Nem mentünk jól. Nem szeretek így benni, basszus. Hát sajnos sokat hagytunk benne. Éreztem, 1-0-2-8-ra, ott már biztos voltam, hogy ez megvan. Utána meg már presztízsből mentünk. Az meg szar. Azt nem szeretem. Szia, Bence. Hát itt erre se nagyon durván szétvernénk őket, igen. Micsodát, Laci? Ja, mennyi TO-d van? Titok. Titok. 99 plusz, ennyit látok. Ennyi. Ez igen, Karesz. Gratulálok. Ezt a mindeni. Hát ez inkább szomorú, mint hogy juhú. 200-nak kéne lennie, nem 10-nek. Juhú. Na hát ez egy pole közben. Beficcent. Szia, Szucsi. Hát még jó, hogy ott vagyok, baszki. Még szép. Hát nem. Hát nehogy már. Szállt meg. Hát az, Szucsi, hát persze. Hát az hát. Hát most komolyan. A második? Hát egy pár századot kapott igazából. Nem volt vészes. Ja, úgy van, Soladin. Na gyerekek, Isten, Isten. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Hey. meters above sea level, 10 corners and one of the shortest laps of the season. 2.6 miles with some good overtaking opportunities, but you've got to get the braking right into turn 1 and turn 3. 1 perc alá bemenni. Az majd csak. Let's run you through the driver grid order for today's exciting. Az a fullos autóval talán. Ja. Depala lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Albon. Csipi, nagyon szépen köszi neked a ajándék feliratkodós. Sainz. Feliratkodásod. Fernando Alonso. Hamilton. Köszönöm szépen. Tsunoda. Oscar Piastri. Norris. Ricardo. Hülkenberg, Magnussen, Joe, Gasly, Ocon, and Logan Ocon. Sargent. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Fuck you, Ocon. Welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes. Alongside me, a real authority on all things motor racing. It's a warm welcome back to Anthony Davidson. So, a sprint race today. And that means lights to flag, no stops. Oh, and how is that going to affect the driver behind the wheel? Absolutely. So for today, there's no pit stop, or shouldn't be a pit stop anyway. If things go right, and you can forget about strategy. You're just driving today as fast as you can, make those overtakes if you need to, and that's what a sprint weekend's all about. Aztán miért, Andris? Nagyon, nagyon gáz lesz a Mercedes, hogyha oda viszik ezt a majmot. Úristen.
Jézus, hát mennyi üzemanyag kell? Mit tudom én? Lövésem sincs. Na jó, menjünk, toljuk. Légpáramentesítő, redei, páramentesítő. Kérlek. Nem léghűtő. Picsa! Ez komoly? Nem lát megint az AI. Ez nem egy elfékezés, az elfékezés nem így néz ki. Ez nem hiba volt az AI-tól, hanem ez egy... nem lát. Tehát ilyen nagyon sokszor már előfordult. Őrület. Pazeg, és milyen gyorsak. Azt a kurva. Az igen. Ezek letolnak a francba. Menj már, barom! Okay, DRS will be enabled this lap. You can use it when you're within one second of the car ahead and in the DRS zone. Úgy van! Úgy van! Úristen, baszki! Te jó ég! Hát Perez miért áll meg kanyar közepén? Hát a csapattársa a bukótérben van. Anyám! Itt mindenki hülye! Ami miért vagyok ilyen lassú? Miért nekem jutott a fürdőszoba? Ez mit csinál? Okay, Russell's just moved into first place.
Szia, Kristóf! Anyám! Ez embertelen! Úristen! Hát ez rendkívül kellemetlen, bassz meg ez a verseny, úristen! Mi ez? Hát ez gyerekek! Ez valami komédia akar lenni? Szia, szekeres!
Good job. Nice overtake. Okay, clear. Information on Magnussen for you. Okay, they're out of this race. Okay, gap to the car ahead, 2.2 seconds. Flag. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Bocsánat, elaludtam. Nagyon rosszabb verseny volt. Szerintem főfutamon induljunk utolsó helyről, mert el fogom dobni a végén. Ja, induljunk utolsó helyről, mert ez így nagyon komolytalan. Nem tudok fölpörögni, bazeg már, majdnem elalszok. Nem jó. Bohozkodás az egész. Inkább kérjünk egy friss motort, az kész. Azzal többre megyünk szerintem. Nem árt, hogyha betárazunk ebből. Hihetetlen. 2 órája megy az adás, és még egyszer sem izzadtam le. 1,5 órája forma egyezünk. Ebben benne volt egy időmérő, meg egy sprint futam. Elképesztő. Így mondjuk eső lesz a versenyen. Akkor is utolsó hely. Vagy nem utolsó hely? Utolsó hely.
Mennyi az utolsó hely? Időmérőt meg mondjuk le lehetne tolni. Hogy ne fejlődjünk vissza. Welcome to Austria. It is a short track, it is high speed. It is exactly what we enjoy. Ja, így van. Jó, majd a friss motor. Persze. Ja, van visszapillantó is az autón, köszi. Nem kell megfordulni, hogy láss ki van mögötted. Hát igen. Ezt észben kellene tartani, ugye? Nehéz. Hát ezt a Q1, Q2, Q3-at szerintem pillanatok alatt lehozzuk. Gyors kör, be a garázsba. Ennyi. Első helyen zárjuk a Q1-et. Fölényesen! Mondjuk az Albonnak a harmadik helye elég furcsa.
Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Ez mi a picsa volt? Normális. Neki kellett volna mennem inkább. Kapjon rajta helyes büntetést. Nekünk ez egy szánycserét megér. Meg akart ölni. Meg. De miért? Mi okból? Nem tud veszíteni? 2026-os autóról mi a véleményetek? Levente válasza? Érdekes. Levente! Olyan jól el lehet veled beszélgetni. Ez igen. A minta beszélgető partner. Most akkor még egyszer ki kéne menni, ugye? Ja, hát ez gyakran előfordul, ez is Brixhoff, igen, sajnos. Nem akartad írni, hogy rossz? Hát miért? Miért nem? Hát vállalt föl. Paraszakítás az egész. Én szerintem már jövőre nem is fogom nézni a Forma 1-et. Fölöslegesnek tartom. Időpazarlás, butítás, manipuláció, szar. Hülyeség az egész. Mindenre éveket kell várni. Arra éveket kell várni, bazdmeg, hogy 5 kilóval könnyebb legyen az autó. És akkor utána meg verik a harci dobokat, hogy azta! Hatalmas szenzáció! 5 kilóval könnyebbek lesznek az autók! Végre! Hát ezt akartátok, hogy könnyebb legyen, ugye? Mi meg így? Hát... azt, ja. De 5 kilóval? Hát... jó van majd! Várjuk ki a végét, jó lesz ez? Hát nekem nagyon elegem van ezekből a hülye szabálymódosításokból. Ez a... te baszki, alig élünk ezen a világon, gyerekek. Alig. Élünk mennyi az átlag életkor? Amennyit élnek az emberek. 60 év? 50-60? És 5-10 éveket kell várni valami módosításra? És még az se komoly? Ha mi az? Mit bohóckodunk? Ne bohóckodjunk. Mai fejlett világba. Nem szeretem ezt. Nagyon nem szeretem ezt. Fociba is ugyanez. Ezek ott... rohadt jól el vannak a toronyba, baszki. Ezek az ilyen látszat
cselekedetek, hogy, hogy ők elmondhassák, hogy ők aztán most aztán valami őrületesen nagy dolgot akarnak csinálni, meg hogy azért csinálják ők. De hogy csinálnak? Micsoda bohockodások. Miért nem lehet? Nem is megyek bele, hát csak fölidegesít ez a hülye szarkupac idióta stílus. Nem, nagyon elegem van ebből. Mindenre 5 éveket kell várni. Mindenre? Igazából nem is pontosan helyesen fogalmazom meg, hanem változásokra 5 éveket kell várni. Változásokra. És az a változás is olyan, hogy... fölháborító. 30 kiló. 30 kilóval lesz könnyebb az autó. Tessék, ez milyen változás? Meg ezek a marhaságok. Én nem vagyok kíváncsi erre a megjátszott szarra. Ez, mert ez az. Ez nem más. Semmi másról nem szól. Idióta politika, meg üzlet az egész. Beszélnek itt zöldségeket, szó szerint. Jó, elég, amire elég. Ja, hát első hely így is. Oké. Persze, tervezetek, de hát... most ezzel mit szeretném mondani, hogy ez lehet, hogy durvább szabályváltozások lesznek? Vagy sokkal karcsúbb szabályváltozások lesznek? Első hely, sima első hely. Hát esetleg akkor fogom nézni szerintem jövőre, hogyha Alonso-nak valami jobb autója lesz. De még akkor sem biztos. Tehát ez már nem az az Alonso sajnos. Ezt az Alonso-t kiölték a sportból. Ez a sport egy nagy szar igazából. Tehát milyen büntetéseket kapott rendre az öreg? Milyen megmagyarázhatatlan? Milyen magyarázatok is vannak olykor? Milyen következetlenség van? Egyszer így döntenek, egyszer így büntetnek, egyszer úgy büntetnek. Semmi következetességet akartam mondani szerintem. Nem tudom, mit mondtam itt az előbb. Elmúlt 5 év az nagyon-nagyon durva szerintem, mint ami van a sportban. Nagyon intenzíven nyomják a hülyeségeket szerintem. Vagy persze az is lehet, hogy egyszerűen csak már én látom át jobban a dolgokat, már megszoktam ezeket a hülyeségeket, amiket tolnak.
De én úgy gondolom, hogy nagyon agresszív fokozatra kapcsoltak. És tolják, és bazeg, széterőszakolnak mindenkit. Hát volt már rá példa, Sipi. Russell eszembe például az a büntetés, és akkor a szakértők megmagyarázták, hogy hát azért ez, jogos, jogos. Mi jogos? Mit magyaráznak abba bele abba a helyzetbe? Mit? A kormányát bütykölte a hülye gyerek a volán mögött. És konkrétan a két autó között volt legalább egy autónyi különbség. Semmilyen kontakt nem volt. Nem az utat kellene figyelni? Egy picit több féket kellett volna nyomni a Russellnek. Nem figyelt. Hát ő maga is beismerte. Elképesztő. És nekem ebből egyszerűen nagyon elegem van ezekből a... Éveket kell várni valamire. Valamicskére, valamicskére. Nekem ez nagyon nem jó. Ilyen kis asztalról lehulló morzsákra várunk lényegében. És annak kell örülni. Most is ez a kanadai nagy díj mi volt? Hányan elkezdtek kampányolni a meg? Bazd meg, és első helyről rajtolunk. Megint bevállaltuk a büntetés, és nem indulunk utolsó helyről. Szóval ez a kanadai nagy is mi volt? Elkezdtek kampányolni az emberek, hogy micsoda sport, meg azt a kurva, meg úristen. Hamilton, Hülkenberg, Oscar Piastri, Tsunoda, kezeljük már helyén a dolgokat. Szemerkélő eső volt. Esőben nem is engedik versenyezni ezeket az autókat. Nincs is annyira rendkívül, annyira hihetetlenül szerencsés, és minden is összeállt erre a nagy díjra, hogy őrület. Well, we welcome you to the broadcast. It's going to be some race today. First of all, introductions. I'm Alex Jakes. Alongside me for this one, Anthony Davidson. Well, it's all about forgetting last time. Kezdjünk már el egyből kampányolni, mikor évek óta szarok a verseny, spórolási verseny van. Ne kezdjünk már el mindent elfelejteni, azért mert kapunk most egy nagy díjra cirkuszt. Ez lenne a minimum szint, amit hoznia kellene egy versenynek. Egy Forma 1-es nagy díjnak. Ez lenne a minimum szint, igazából. Hát igen, Karesz, persze lehetne itt is, vagy ezeket a dolgokat is mondani, igen, így van. Amúgy kacok, mi? Tehát, hogy cunaminak kellene lennie, és sehol az eső, és full új motor van, totálisan új motor van a motorunk, az autónkba, megszegtük a parkfermét, és mégis a pole pozícióban vagyunk. Ez a második ilyen baki a játéktól amúgy. Azt lehet mondani. Hát ez furcsa. Jó. Na mindegy, oké. El leszünk. Azért. Bocsánat egyébként, hogy ennyire negatív vagyok, vagy negatívnak tűnhetek. Reálisan nézem én a dolgokat, próbálom így tekinteni, ami nyilván hangozhat úgy, mert keltheti azt a hatást, hogy hát ennek a Balárnak most igen rossz kedve van, meg nagyon vallábbal kelt fő szegény, meg jaj, most beszél itt össze. Nem, hát ezeket gondolom valójában. Most lehet, hogy kicsit szarul hangzik, vagy valakinek úgy beleszúrtam a szívecskéjébe. Nem az volt a cél. Csak ez van. Ez van. Kész. Szia, Magykosz. Nincs sok pozitívnak lenni, persze. Hát nem sok ok van igazából, ami a sportot illeti. De amúgy persze Topinak totálisan igaza van, bár nem tudom, hogy mi lett volna ezzel a mondani valója neki, hogy most ezzel... Tehát ez is amúgy kicsit azért elég furcsán néz ki, basszus, hogy a csapatoknak rá kell bólintani a szabályváltozásokra. Persze értem én, hogy azért nyilván nélkülük nem lenne ez a sport, de mi az, hogy rá kell bólintaniuk? Hát azért valami határt is kellene ennek szabni, ennek a bólogatásnak szerintem. Azért nehogy már körülöttük forogjon a sport, a világ. Hát nyilván ők nem hiszem, hogy fogják engedélyezni meg annyira
amellett letenni a voksukat, hogy, hogy a radikális változások mellett. Ki tudja, hogy minek mennyi anyagi vonzata van. Egy radikális váltásnak, meg egy ilyen kis radikálisnak tűnő változásoknak. Mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy mennyire szeretnek nyivákolni a pénzük miatt. Rengeteget. Hát Andretti nem is kéne engedni a sportba. Az nagyon helyes, hogy nem engedték be szerintem Chandler. Szia Ben. Meg neked is szia Chandler. Meg mindenkinek, ha már itt tartunk. Ez én nem engednék. Ez egy no-name csapat az Andretti. Ez egy nulla szerintem. Az, hogy ott Amerikában játszhatják az eszüket, meg ott valakik, ki nem szarja le. Olyan kell, aki világszinten brutális. Egy Toyota például. Hol a Toyota? Egy Toyotát durrancsunk már be a Forma 1-be, legyenek szívesek. Egy Toyota. Igaz? Hát a Forma 1-re kéne fizetni annak a Toyotának, hogy jöjjön már inkább. Hát egy ilyen név a sportnak a presztízsét is följebb vinni, én úgy gondolom. A Toyota az a óriási világmárka. Egy, talán a legbrutálisabb, az egyik legbrutálisabb, bocsánat, és akkor nem voltam csúnya. Az ilyen hülye gyerekeket, mint például a Haas, a Visa RB, ezeket ki kellene a francba szórni a picsába. Minek ilyen bohóc csapat, brigád? Egy Red Bullnak két csapata lehet, meg a Haas, mit bohóckodnak itt? Ferrarinak a kisfiók csapata? Hagyjuk már. Haast azt eladni a Toyotának, Visa RB-t, meg mit tudom én kinek? Valakinek. Valaki másnak. BMW, mondjuk. Így van. Viszontlátással. Ilyen bohóc csapatok ne legyenek. Nagyon nem esik jól egyszerűen. Rájuk nézek és elkap a hány inger. Egyszerűen. Hogy csóringerek, koldus csapatok lehetnek a Forma 1-be lényegében. Hát a Haas az az. Legalábbis. A Visa RB meg nyilván, mint Marci Evesen eléldegérnek, mert ott van az anya egyesület, aki őket táplálja. Meg ők még ott, tehát ők gyönyörűen kihasználják, hogy ilyen Red Bull-ra, hát ez gyönyörűen rával, hogy ők aztán tényleg kibaxolják bazd meg. Amit a szabályok engednek, az 150%-on kipörgetik. Jól is csinálják amúgy. Csak hát okos szabályokat kellene írni, hogy ne lehessen kijátszani mindig minden szart. Alfa Romeo nem volt itt évekig. Meg hát Alfa Romeo az mi az? Az nem egy nagy duranás. Az Alfa Romeo csak azért volt, tehát valójában Sauber volt átnevezve Alfa Romeo-ra. Kaptak évi 50 milliót. Ennyi. Hát az csak egy ilyen kamu Alfa Romeo volt. Semmi közük nem volt az Alfa Romeo-hoz valójában. Az mindig is Sauber volt. Mióta Sauber a Sauber azóta, mióta Kobayashi meg Perez volt ott a Saubernél, minimum azóta Sauber. Hiába volt akármi a nevük, a Sauber volt mindig. Csak ilyen névadó szponzor volt, igen. Tehát, hogy egy nagy nevű csapat, mint ahogy a Toyota is csinálta, tele voltak pénzzel, és tolták, öntötték bele a pénzt. Öntsék. Engem nem érdekel, hogy ki mennyi pénze van, meg mennyire... mennyi pénzt öntenek bele. A lényeg, hogy legyen jó a sport. Működjön. Hát vagy Honda. Persze, az is jöhet. Toyota, Honda, jöhetnek, hajrá. De jelenleg a japán piac az azzal le van fogva, hogy Yuki Tsunodát bejuttatták a Forma 1-be, és nulla teljesítménnyel, eredménnyel ott lebzselhet a Forma 1-be. És a sok propagandista meg tolja ezerrel most a csapból, hogy Ricardóval szembe, jaj, hát a gyengékedő, ugye milyen Ricardó van jelenleg a Forma 1-ben? Egy balfácán. Egy igazi balfácán. Mióta Red Bulltól elment, egy nulla az a Ricardó. Valójában. Egy Ricardóhoz viszonyítunk, egy Tsunodát. Azt a Tsunodát, aki a beugró lószon kettőből kétszer el is páholt. Hát nem hülyeskedjünk már itt azért. És akkor nem a politika, meg nem a pénz.
Hát dehogy is nem. A japán piacnak a kielégítése, Ázsia megfogása. Joe ugyanez. Ott még akkor ráadásul nem csak a kínai piac, tehát a nézőközönséget húzzák be a sportba, hanem még ott óriási pénzeket is hozott ő a Saubernek. Úgyhogy én meglepődnék, hogyha jövőre nem lenne a Forma 1-be Joe. Őrületes összefüggések vannak. És iszonyatos nagy súnyiságok vannak, meg annyira sorok között kell olvasni, hogy nekem már ez nincs kedve, meg fölfordul a gyomrom, bazdmeg, hogy mindig mindent látsz, azt a hatást keltik veled, hogy te annyira benne vagy a Forma 1-ben, hogy azt is tudod, hogy milyen bugyogó van a Leclerc-en például. Azt a hatást keltik, de valójában semmit nem tudsz. Mert egy kurva nagy katyvasz van, óriási káosz van a Forma 1-ben, Forma 1 körül, a sportok körül, amiben óriási pénzek vannak, hatalmas káosz van. Na jó, van, menjünk. Aztán nem tudom, hogy mikor lesz itt eső, basszus. Na, még egyet iszok. Weather report. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Okay, dry seem like the best tire for now. Mi a franc? Az összes kockába azt hitt, hogy esni fog. Most meg azt mondja, no rain, no rain, no rain. Fuck you, no rain! DRS now available. Great maneuver. You made it look so easy. Weather report. No rain expected. No rain expected for the time being. Dry's definitely seem like the fastest tire at the moment. Yellow flag.
Okay, be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Szia, Marcel! Battery charge is high, let's use that overtake button a bit more. So we're leading our teammate by 3.8 seconds. Ott a fogadás! Ott a fogadás! Dropping a second a lap to the car behind. 1 second. Ez igen. Okay, mate, Albon, just ahead. Push for that position. We don't want to let this hold us up too long, so do your best to get past and get on with the race. Rá kell spórolnia. Hát a végére. A hülye gyerek. Rájuk húzom, nem érdekel, hogy így berakják. Ez kibombázás az egész. Mint a sprint versenyen, ugyanazt csinálja. Tomi, ajjaj. Ajjaj, csak vigyázzam, hogy megint itt elaludjak, aztán megforogjak. Elalvás veszély az így lüktet. Elpofozol, hogy beszélsz? Vezérel?
Mert az érvel, így. Hát ilyet lehet. Hát mit megenged magának, Tomi? Jó. Gyerekek, ha van szabad Volga, akkor legyen szíves. Jó. Bocsássak meg. Hát majd a Volga hátsó ülésén. Ott majd a kollégáknak, az elvtársaknak. Tessék ezt mondani. Jó. Tomi. Na. Elvtársak. Megindulunk, ha még? Tomit vegyük egy kicsit kezelésbe. Hát azért... Hát mik vannak itt? Köszönöm, Imi. Na végre. Mr. Ötkorcs. Köszönöm, Ogis. Jó van, 20 perc. Tomi, hát akkor figyelj. Egy kis fejtágítás. Figyelj, kis ismétlés a tudás anyja. Ugye? Ismét egy kicsit a szabályzatot, a pártnak a szabályzatát, házi rendjét, azt tessék át bogarászni, jó? Elvtársak majd ott a Volgába, kikérdezik. Na, gyorsan. Ajjajjajjajjaj, ez mennyi? Jó van, tartalékoljunk elvtársak, mert lehogy itt aztán legyen valami ellenzéki akció, amire meg nem lesz majd pontunk. Jó van, elég ennyi. Anyám. Fél óra, jó van, nem baj, biztosan mentünk, jó van. Köszönöm. Jó van. Tomi már csak holnap jön vissza. Szia, Bazsi. Verstappen has just completed a pass for the lead. Akkor jó van, akkor. Bazsi miért kapott Pavliamu? Eddig csak köszönt, nem? Vagy azért, hogy ne köszöngessen, igaz? Bazsi, mit köszöngetsz? Álljál le! Végre egy épkézláb kísérlet Hamiltontól. Right, we need to get past here. Use overtake. Hát én annyi gumit megspóroltam már, gyerekek, elmondani nem tudom. Atya világ. Világbajnok tempónk lesz majd, hogyha ezek bejönnek a boxba. The gap to the car in front is less than one second now. Well done. Let's try and get past in the DRS zone. Ezek meg mit csinálnak? Weather report. Eső. About 15 minutes. Okay, dry seem like the best tire for now. Az igen, a kollégák megjöttek. Az igen. Az igen, öcsém. Nagyon terhetetlen vagy bár. Kicsit összekapnám a helyedbe magam.
idegesített, hadd menjem. Ahogy itt a vége megforgat. Idióta! Te! Bajom, gyerek! Az hogy lehet ekkora sügér valaki? Bajaj! Ne ott is! Gyönyörű! Hát nem él le a lábuk ezeknek a szerencsétleneknek, te. Russell mennyit hibázik amúgy, fú. Rengeteget hibáznak szerintem. Jó, van, szép nyugodtan spórolunk. Jó, ez a taktika amúgy is. Hát persze. És fölteszi a kérdést, hogy követési távolság. Igen, 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 igen. Ez mi, ha nem követési távolság? Mi indokolta azt? Egy olyan kedves, tessék meg indokolni Bala bácsinak. Mi indokolta azt, hogy állóra fékezzék a gépjárművet? Mi indokolta ezt? Itt volt az a pillanat, amikor, mondom, tök jó megvagyunk, és itt kezdtek el drasztikusan belassítani. Reflexek. Persze. Tehát ilyen még viccelni se viccelj. Hát áthúzzak mindjárt, Pabli Amó, ne idegesíts föl. Nem, hogy sortűz áldozata leszel, kinyúlok a monitorodból, aztán lekeverek egyet. Beszadás. Annyira rossz ritmusba jött. Papriamus. Ott a sortűz, tessék! Jó, hogy említetted. Émil, ma nagyon nagy formában vagy, apukám, ez igen. Annyira rossz ritmusba jött ki ez a lassítás, hogy basszus, nem bírtam mit csinálni veled. Ezt lereagálni pont olyan szögben volt az autó, hogy hova a picsába korrigálsz. Itt már mentem rá arra, hogy alájuk forduljak szinte. Áááá, úristen, nagyon gáz. Nagyon durva. Na jó.
Okay, mate, after that front wing damage, we've got to look after it now. Please protect the front wing. Come on. Weather report. Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Dries definitely seem like the fastest tyre at the moment. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. That was our last stop, no more scheduled pit stops, let's go. Fernando's in the pits. Okay, gap to the car in front, 9.8 seconds. Juice just come in for the hard tyres. Car behind, running hard tyres. Don't forget, you've got more control than ever over your ERS mode, so play around with them in your MFD.
Okay, gap ahead, 1.5 seconds. Great stuff. It looked like you made easy work of that target. Let's try and keep that going right through to the end of the race. We need to get past here. Use overtake. Use overtake. Nice move. Good job. Fastest lap of the race. Keep this up. Well done. We're catching the car ahead. Well done. But be aware, these tyres need to get us to the end of this race. Expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes.
Okay, mate, we've got some clear track around us now, so let's use it and make this next lap a quick one. Let's go. Gap to the car in front, 3.4 seconds. Okay, rain is imminent. Rain is imminent. Be careful out there. Okay, dries seem like the best tyre for now. Mate, you made that look easy. Nice work. That's why I love working with you. Smashed it. Okay, I think we're still in the right tyres for the time being. Weather report. We'll be seeing at least 20 minutes of light rain. Dries definitely seem like the fastest tyre at the moment. We'll be right back.
Az a baj, hogy én nyomnék Glockot szívesen, viszont ezek az idióták nem fogják bevállalni itt az Intert idő előtt. Tehát ők pont akkor fogják bevállalni az Intert, amikor már tényleg nagyon interes a pálya. Managing your tyres, manage your tyres. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap, well done. Hamiltonon elég sokat hozunk. Meglepő. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Negyedik helyben benne van még. Hoppá! Így már nem. Így harmadik. Hát mondjuk így. You need a quick boost to fight other cars. Check out the ERS mode overtake in your MFD. It's really effective, but drains quickly. Over to you. Bazd meg a kurva anyádat hát! Listálóját bele, hogy röpülnek ezek a szarháziak! Hát röpülnek! És egyre durvábbak a körülmények, de ő röpül!
Mit csinál? Mit mozog be elém féktávon? Normális? Azt akarja, hogy felökleljen, baszki. Basszus, akkor jó féktávot veszek ilyenkor már. Okay, the forecast suggests this rain's going to keep getting stronger for at least the next 15 minutes. Megint torlódnak. Pont úgy veszik a féktávot, hogy az a lehető legrosszabb legyen nekünk. És olyan íven mennek, hogy onnan meg baszki, de mint akit puskából lőttek ki. Ahonnan ők kigyorsítanak, hát az elképesztő. Hát ez egy rendkívül idegesítő verseny volt, úristen. Legszívesebben szétvernék valamit, baszki. Így megforogni. Meg letörni a szárnyunkat. Tehát ez, mi volt ez a szárnytörés? Itt megint öregem. Jók vagyunk, csináljuk, amit kell. Egyszer csak nyomnak egy satúféket. Aztán. And it's always good to get that momentum on your side, and hát, it's Tomi, really good for your confidence. Well. The more confident you are, the further that can take. Sajnálom. Meg lett volna itt az első hely könnyedén. Tökéletes stratégiánk volt. Úgy hűítettük őket, ahogy akartuk. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Albon második. Öcsém. Döbbenet. Miattam eddig több mint 300 kárt buktál? Magad miatt buktad azt, nem miattam. Te fogadtál rosszra. Más meg meggazdagodott. Hát akkor ők meg miattam lettek gazdagok? Nem, rosszra fogadtál. Ez van, szerencsejáték. Zsombor. Körültenkítőbbnek kell lenned. I'm equal parts exhausted and elated with this weekend of Formula 1. Be sure to join us for the next one. Mi egy bukás miatt, Tomi? Ne idegesíts. Egy bukás miatt. Egyszer buktál, tegnap meg csak nyertél, nem? Jaj, hogy lármázik. Bugos a fogadás, azaz.
elképesztő. És tényleg olyan, tehát én azt gondoltam, hogy már láttam mindent az AI-tól az elmúlt években, mert nagyon-nagyon könnyedén kiismerhető idő után már, hogy mit, melyik pályán mire kell odafigyelni, de idén olyan marhaságokat csinálnak, főleg mióta volt szerintem a legutóbbi patch, mióta behozták ezeket az agyhalott hibákat. Fú, őrület. Őrület, hülyék. Direkt azért is mentem mögöttük annyira, amennyire, hogy bármi van, egy ilyen na itt volt a szánytörés, figyeld! Hát ezt mondjuk annyira nem a legjobb szögből látjuk. Nézd meg, ott nyom, hogy látszódik, szemmel látható, hogy még, mikor már tiszta a pálya, akkor még egyet azért rálassít. Bazeg! Na hát ez történt. És akkor nyilván ez már megint ugye bele kényszerített egy olyan helyzetbe bennünket, ahol már nyomni kellett, mint az atom. És akkor nyilván egyes kanyarba lecsúsztunk néhány kör után, és akkor ott meg olyan helyen ment az autó, ahol sok gázt nyomtam elvileg, és kipattogott a vallaga. Forogtam. Csodálatos. Kicsit majdnem megfulladtál a vízben? De megérte. Most azért sokkal jobban vagy. Á, itt a megforgás, basszus. Igen, kipattogott. Tehát a legrosszabb kameraállásból láthatjuk ezt. Kamerát ilyenkor nem lehet váltani. Hát amúgy is utolsó helyről akartunk rajtolni, persze. Vagy kellett volna, csak nem kaptuk meg a büntetést megint csak. Parádés verseny volt végül. Na hát így azért... És megnyertük a rivalizálást. Hűha. Az igen. Az igen. Aj, de örülünk. Azt a... De jó ég! A végén meg lesz az 50%-os elismertségünk, bakker. Hát de most viccen kívül. Azt a... Hát ez megvan. 89-esek vagyunk. Hát lassan jobbak vagyunk, mint Alonso. 49%! 50%-nál megkapjuk a... Valamit megkapunk ott. A sok-sok fejlesztés feloldal olyankor nekünk a játék. Ja. Ja. Durva. Durva. De jó ég. Hú. Nézzük csak meg. Hát meg, ja, 95 pont. 95 pontot kell szerezni még a bajnokságban. Menjünk is tovább nyugodtan. Nagy-Britannia következik. És akkor most hogy állunk? Menjünk ezzel a rossz motorral? Ezzel menjünk. Ja, annyira azért ne legyen rossz. Csak majdnem rossz. Itt is. Ez még oké. Okay. Hát még ez is talán elmegy szódával. Jó.